Sokan úgy gondolják, én szerintem, hogy ha kertben tartjuk a kutyát, akkor ezzel egyszerűbben megoldódott a kutya sétáltatás problémája is, hiszen a kutya saját magát sétáltatja nagyszerűen a kertben. Ez alapvetően félreértelmezése annak, hogy miért jó a kutyának a séta. Természetesen ugye egy lakásban tartott kutyát, ugye szoktuk is azt mondani, hogy egészségügyi sétára viszünk, hiszen ahhoz, hogy a kutya piszkítani tudjon, ahhoz általában ugye ki kell vinni a parkba vagy az utcára. Azonban nem csak ezért jó a séta, hogy a kutya pisilni és kakilni tudjon, hanem ugye a sétának elsődlegesen a kutya számára kellemes oldala az a gazdával való együttlét, a gazdával levő közös tevékenykedés, illetve a különböző érdekes dolgoknak a megnézése és a megszimatolása. Na most ebből adódóan a kertben tartott kutya számára is nagyon fontos a séta. Ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy attól, hogy a kutya akármilyen nagy kertben van, bizony szükséges neki, nagyon jót tesz neki, hogyha elvisszük, kirándulni megyünk vele, sétálni visszük, hiszen természetesen ennek a kutyának ugye ahhoz, hogy a dolgát elvégezze, nem kell kivinni az utcára, de viszont ahhoz, hogy a gazdával együtt legyen, játszon, szaladgáljon, érdekes új dolgokat lásson, ehhez a séta, a kirándulás abszolút szükséges. Hiszen ugye a kertet már ezerszer és tízezerszer körbejárta, ismeri, ez a kutyának unalmas egész egyszerűen. Tehát igenis, a kertben tartott kutyát is jó, ajánlatos sétálni, vinni, és ez a gazdának is nagyon kellemes.